7 óra 20 perc, ez a ma reggel itt az M1-en. 6 hét maradt az EP választásig, és egyre élesebb a kampány. Sorra jelennek meg olyan cikkek, amelyek a brüsszeli EP képviselők esetleges korrupció gyanús ügyeit részletezik. Az Origo szerint Guy Verhofstadt eurómilliókat kaphatott például azért, hogy egy cég mellett lobbizzon, de egy görög EP képviselőről is írnak, akit az Origo szerint csalással gyanúsítanak. Jön az elemzés. Így van, Párkányi Eszter, az Alapjogét Központ elemzőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye itt három konkrét nevünk van, egy svéd EP lista vezető, akit ugye vissza is hívtak az EP lista éléről, Cecília Wikström, aki adócsalási botrányba keveredett, és ugye itt van Guy Verhofstadt, ugye, és a görög képviselő, ugye. Itt, hogyha mondjuk megnézzük Cecília Wikströmöt, róla érdemes tudni, hogy ő tudva levőleg Soros György ember, és például Magyarországot sem nagyon szereti. De milyen fontos tanulságai vannak ennek az ügynek, hogy ő EP lista vezető lehetett úgy, hogy egy adócsalásba keveredett cég felügyelőbizottságában ült, és nagy valószínűség szerint tudhatott ezekről az ügyekről? Igen, itt szerintem megint a kettős mérce ügye az, ami előkerül. Ezek a politikusok, akiknek most sorra derülnek ki a korrupciós botrányaik, vagy hát legalábbis gyanúba keveredtek, nagyon sokszor támadják Magyarországot, és ebből is látszik, hogy itt igazából Magyarország ellen egy politikai kampány folyik már évek óta, ugyanis hogyha ezek a politikusok korrupcióval vádolják Magyarországot, vezető magyar politikusokat, sokkal tisztább lenne a helyzet, hogyha, vagy legalábbis ezek a Magyarország ellen folytatott kampányok, hogyha ugye a vádlók részén nem merülhetne fel a gyanúja sem annak, hogy korrupcióba keveredtek. Igen, ugye Guy Verhofstadt, aki aztán tényleg nem Magyarország barátja, ugye ő most egy nagyon komoly, szintén nagyon komoly botrányba keveredett, ugye Görögországgal kapcsolatban, amikor a görög válság, emlékszünk mindannyian, hogy milyen hatalmas pénzeket öltek bele abba, hogy megmentsék Görögországot, és hogy ebben a helyzetben lobbizott ő egy magáncégnek, erőltetve a görög privatizációt, aminek egyébként népszavazás lett a vége, és a görögök ezt elutasították. Ez azért megkérdőjelezi azt, amikor mondjuk ő azt mondja, hogy itt Magyarországon a jogállamiság veszélyben van. Egyrészt igen, ugye ezek a politikusok mind a hetes cikkei szerinti eljárásban, mind más ügyekkel kapcsolatban Magyarországot élesen bírálták. A másik kérdés szerintem, amit érdekes megvizsgálni, az az, hogy ők EP képviselők, és mint ilyenek az európai polgárokat, illetve a saját országukból származó polgárokat kellene képviselniük, és azáltal, hogy róluk ilyen botrányok derülnek ki, inkább nem az Európai Unióba, mint egy tagállamok szövetségébe vetett hitet, hanem az Európai Uniós intézményekbe vetett hitet sértheti meg, vagy rombolhatja le az emberekben. Igen, itt felmerült például a görög néppárti EP képviselő esetében, akivel kapcsolatban az merült fel, hogy az asszisztensétől visszakérte a bérének egy részét. Ugye nagyon komoly összeget kapnak az EP képviselők arra, egyrészt a saját fizetésüket, másrészt, hogy legyen egy adminisztráció körülöttük, titkár, iroda, stb. És ő visszakérte ennek a pénznek egy részét, és itt például elhangzott olyan a sajtóban, hogy ez általános gyakorlat Brüsszelben. Ennyire a korrupció meleg ágya lenne az Európai Unió vezetése, vagy fellegvára? Mondom, ez most az Európai Uniós intézményekbe vetett hitet megingathatja, de éppen azért kapnak magas fizetést, éppen azért kapnak visszatérítéseket, utazásért, napi díjat kapnak az EP képviselők, hogy ne legyen okuk korruptaknak lenni, hogy ne kelljen azon aggódniuk, hogy a mindennapi megélhetésüket hogyan biztosítják, hiszen ez a fizetésükben biztosítva van. Igen, és ugye, ahogy így készülnek a felmérések, azért sokan élnek kritikákkal Brüsszel felé. Ezek az ügyek mennyire tudják tovább tépázni ezt a picit már amúgy is megkopott hitelét az Európai Uniónak? Abszolút, és most ugye, mivel EP választási kampány is van, ezért fokozottabb figyelem irányul a képviselőkre, a pártcsaládokra. Gondoljunk csak arra, talán már több mint egy hónapja volt, hogy kiderült, hogy az ALDE-nak a kampányrendezvényét is finanszírozta Soros György, illetve hogy elfogadtak nagyobb magáncégektől támogatási összegeket. Na most, hogyha külföldről is kapnak pénzt, mert vannak olyan cégek, amik amerikai cégek, amik támogatják az ALDE-t, ugye Guy Verhofstadtnak a párt családját,
akkor felmerül a kérdés, hogy azoknak milyen befolyásuk van az Európai Parlamentben, ezeken a képviselőkön keresztül, akikről most láthatjuk, hogy korruptak, legalábbis felmerült velük szemben a gyanú. Itt ugye közelegnek a választások, május 26-án lesz Magyarországon az EP választás. Egy picit Brüsszel amúgy is messze van szerintem a magyar választópolgároknak, de szerintem ez minden európai országra igaz. Ülnek ott emberek, akik időnként vannak ilyen hírek, hogy az uborka görbületéről vitatkoznak. Ez mennyire fordíthatja el ezek az ügyek, mennyire fordíthatják el az embereket amúgy is az Európai Uniótól, mint intézménytől? Ugye Magyarországon nagyon magas a támogatottság az Európai Uniónak, több mint 70%-a a választópolgároknak. Úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog. És valóban az is, viszont meg kell válogatni nagyon, hogy kik vezetik az Európai Uniót pont emiatt, hogy ne veszítsék el az emberek az ebbe vetett hitüket. Ha megnézzük, ott van például Jean-Claude Juncker, aki a saját országából adóparadicsomot csinált. Itt van most Kiefer Hofstadt vagy Cecilia Wikström, akik kiabálnak folyamatosan, hogy Magyarországon korrupció van, meg a kelet-európai tagállamokban, aztán róluk derül ki, hogy azokkal vádak, amikkel másokat illettek, azok rájuk igazak. Tehát ilyenkor azért nyilvánvalóan megfordul az embernek a fejében, hogy most akkor akik az Európai Parlamentben ülnek, vagy az Európai Uniót vezetik, azok mennyire hitelesek ezek után. A választási eredményekre hatással lehetnek ezek az ügyek? Talán azokban a tagállamokban, amelyek érintettek, tehát főleg Svédországban, ott ugye az állami televízió hozta le ezt az ügyet, bár utána nem nagyon lehetett a sajtóban találkozni vele, Cecilia Wikströmmel kapcsolatban. Ennek mi az oka egyébként? Hát, Svédországgal kapcsolatban már korábban is felmerült, hogy a sajtó az nem mindig, tehát hogy nem mindig jelennek meg olyan súllyal ügyek, mint amilyennek azok a valóságban. Igen, ugye nem lehet azt állítani, hogy ezekben az országokban nincsen sajtószabadság, mint jogintézmény, és biztosítva is van, viszont a nyomásgyakorlás az gyakran nagyon erős azok felé, az újságírók felé, akik ilyen ügyeket feltárnak. Márkányi Eszternek nagyon köszönjük. Köszönöm.